Szevasztok, srácok, Zoom vagyok, üdvözöllek titeket, és ugye tegnap a Tavern Brawl-nál megígértem, hogy ma arénázni fogunk, úgyhogy így is fog történni. Ingyen aréna jegy, ez mindig öröm és boldogság. Na és kit válasszunk? Hát, azt hallottam, hogy a mage az jó. És a mage-hez a mage priest. Na, nekem azt mondták, hogy ez egy egészen jó és beteg kombináció, úgyhogy... hát, mi legyen a választás? Shadow Madness tempó szempontjából jobb. Nyilván a Penguin, de nem, hát a Priest of the Feast. Ugye sok spell meg minden. Bog Creeper. És hát ez Bog Creeper, ez nincs mese. Hát, Barrier vagy Vision. Vagy... A Naga Corsair nagyon jó lenne, de egyébként... ugye Némana 5-4-es statja jó, sose lesz fegyverem. Nem, Vision-t kiveszem. Frozen Clone. Cleric. Elvileg ugye Priestként tudok healelni, tehát a Cleric-kel tudok húzni, az mondjuk nem rossz. Hát... Akkor legyen a Csé. Még egy Cleric. Szerintem még egy Cleric befér. Shimmering Tempest vagy Harpia, de Harpia borzalmas. Ez ugye nagyon szar. Csak a Tempest lesz. Nem tudok ugye most pingelni. Tehát valószínűleg az Explosion aztán egy fokkal jobb. Most a Frozen Clone... Hát... Nem tudom. Frozen Clone nagyon jó lenne egyébként szerintem. Tehát... Na jó, én egy ilyet beválasztok. Na, kabalisztó, viszont itt nincs kérdés szerintem. Nem akarom a bár... Kabalisztóm az túl random, ugye. Piro meg ugye fix finisher. És mindkettő nagyon jó. Ne! Egyik két piroblasztot mégiscsak az a jobb. Radiant Elemental... De egyébként a spawn is jó. Csak nincs két droppom, vagy hát a Shimmering Tempest egyedül. De jó legyen a radiátor. Oké, ez valószínű Ecolite. Spellbreaker, de a Squire is nagyon jó. Van két egy droppom, úgyhogy a Squire-t így simán. Bomber, azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb pick, ami így lehet. Hát innét szerintem a Rock vagy a Valkyr. Ugye a Rockhoz... Mindkettőhöz kellenek lények. Szélesebb bordon, tán a Valkyrből van nagyobb a dolog, viszont ezt ötlen a 4-7-ként kirakni, ez sem borzalmas. Tehát önmagában jók az ő statja is. Potion of Madness vagy a Shellraiser, de egyébként ebből mind a három nagyon jó szerintem, de legyen a poti. Az korán jó. Polymorph szerintem. Tanál. Chemist. Ez sokat nem csinál. Nincs annyi fegyveres koszt szerintem, hogy kivegyem. Mennyire állok jó a curve-ben? Tehát két darab, kettő droppon van. Négyes poolom van elég sok minden, úgyhogy akkor kiveszem az úszt. Jó, akarok egy droppot, nem akarok. A Radiant Elemental meg van olyan jó, hogy akarja belőle kettőt. Jó. Shifting Shield vagy Counterspell? Hát... Legyen egy Shifting Shield. Mirror Entity? Mirror Entity valószínű. Nincs Lizardhoz elég cuccom, gondolom is Inventor, meg egyébként nem lenne olyan rossz, de nem akarok a bagyot. Nem akarok bagyot, hát akkor lesselünk. Hát Szindragóza nem, zsírozó meh, akkor már inkább a Geyser. Jó, és akkor Kodó. Kodó ez valószínűleg.
És itt a chemistet vagyunk kivehetem, valószínűleg igen. A Lash egynek jó, Fairy Dragon. De egyébként itt mindegyik szerintem jó. Tehát, hogy már egyik sem borzalmas igazából az a helyzet, egy Death-el valami nagyon nagy cupákos dolgot le tudunk szedni. Igaz. Akarok-e Quick Chemistet? De valószínűleg nem olyan rossz, meg egyébként ez is jó. 4 mana 4, 4, 3 mana 3, 3, és ez gyógyít is rajtam. De folyamatosan gyógyulni fogok a Hero Power Rumble-ből valószínűleg, úgyhogy Cookie Chemist. Freebone semmit nem csinál, ugye Cabal Courier, ott szabad a választás, hogy mit veszek ki. Jó, Mind Control. Szerintem ennél jobb, nagyjából nincs, és akkor a végére még. Glacial Mysteries, ez egyébként Arénában lehet, hogy nem annyira szar. De akkor meg lehet, hogy a Visions-t venném ki, de most tehát a franc se tudja. Tehát, hogy van egy Counterspell, egy Frozen Clone és egy Mirror Entity. Most 8-omnáját ezekből kirakok egyet. Hát, nem tudom. Én kiveszem a Vision szerintem egyébként. Mert hogy van hár, tehát hogy ebből ki tudunk venni értéket. De ebből bármikor, ebből meg csak akkor, hogyha még azok nem mentek ki. Úgyhogy én a Vision-t veszem ki. Hát, ez egy ilyen nagyon szép. Nagyon szép dolog lett. Na jó. Nézzük át még egyszer, mik azok, amiket összeválogattunk. Azért van itt egyfajta kör, meg úgy dolgok. Jó, nem mindenből választottam szerintem a legmagasabb tier score-ú dolgot, vagy valami ilyesmi, de én úgy gondolom, hogy ez volt így nagyjából a helyes. De aztán a fene sem tudja, hogy ez valójában így volt-e, viszont szerintem menjünk neki a játszásnak, így próbáltam azért összehozni azt, amit lehetett. Jó, akkor indul a mandula. És egyedül, hát ez szinte Highlander deck, de hát, hogy a Clerigből és a Radiant Elementalból van duplán, minden más az kb. Tök egyedi. Azért az a Mind Control és a Piro a végére, az elég szép. Annyi leszedésem van, mint égen a csillag. Úgyhogy... ez így elég erős. Jó, hát... ezt így, szerintem. Polit megtartjuk, mert ki tudja, milyen állatság van. És főleg, hogy coin van nálam. Ó, de jó csé, és boomer. Egyébként az egyetlen gond, hogy csak lényeim nincsenek. Tehát mindent megoldok, de... hát ott a cica. Na, jó régen talán ment el. Azó, a jó édes anyádat azt. Jó. Hát akkor megcsinál. De ha ezt kirakom, mi történik? A világon semmi. De... tegyük ki. Most elvileg leszedni nem tudja, hogy simán róg lenne, akkor degorább leszedi. Most még mindig vannak erre mókái. Hát... igen. Jó. Nézzük a Cabal Couriert. Intellekt valószínű. Vagy akarok ilyen Abyss Ellen Force-re? Tehát lesz neki ilyen széles bordja, most a Gnomferatúval kiindulva. Legyen intellekt.
inkább kontrollosabbra vette a figurát szerintem az ellenfelünk. Hát, hogy nem. Teplászt végül is az se rossz. Jó. Most ebből lesz egy-egy-egyes jade-je. Ez kell a fenének. Ó, mondjuk erre egy csíj elég jó lett volna. Ugyan el van a coin, tehát nincs az, hogy a csíjbe bele coinozik, ami szerintem eléggé frankó. Na most 6 manánál. Elhasználom a coint. El. Tempóra játszunk. Dupla secret, innét már gondolkodhat, hogy mi ez. Szerintem kettőt nem fog tudni körbe játszani, ha akarja sem. És egyébként itt van az, hogy a jó, hogy a Glacial Mysteries nem vettem ki. Mert most gyakorlatilag kézbe volt két secret. 80-áért kirakna egyet. Ez elég jó biznisz lenne. A jó Deadly Fork. Jó. Na is. Gondolom ez a játék. De ez mindenképpen megtörténik. Ez is. És ez is. És megint draw last, de igazából nem érdekes. Ezt így kellett csinálni, szerintem ebben a sorrendben. Most meg tudjuk azt csinálni, ez mondjuk nem jó. De most meg tudjuk azt csinálni, hogy elég nagy boom már. Ja. Ez szerintem így... Until the end of the turn. 9 lap van a kezemben. Hát húzom a forkot, belecsapom. Ez még egy forkom. Szerintem az jó. És akkor már rögtön szerintem ki is játsszuk. Ez így jó volt, mint lerakni a bombert és menni arc felé szerintem. Egy kivétel, hogy van nála szep. Ha van nála még egy szep, akkor rosszok vagyunk, de egyébként... Vagy mit tudom én. Ó, jó chemist. Jó, akkor ez most valószínűleg akkor bombel. Divánsőd nem érdekes. És akkor innen az arc. Az arc a hely. Jó, bele tud csapni, execute-ot nem tud szerezni, shadow strike-olni tud, de az kevés, és a Siphon szól az viszont büntet. Jó, az nem érdekes, ugye van nálunk még egy villa. Jó. Jó piró. Szköfkör letál, hogyha jól számol. 8 laf van a kezemben. Jó, hát nem teljesen letál egyébként. De így. Aha. Jó. Oké. Áthúzom a tauntot. Ja, ezt most tempóval szerintem meg kell tenni, hogy ezt áthúzom. Ez oda, és ezt lecsapjuk. És így valószínű az első győzelem megvan. We won!
Az sokat nem csinál. Igen. És nem BML-ünk meg semmi. Ezt szerintem ő is tudta. A megállíthatatlan Mage Priest. Jaj. Nem volt ez rossz. Az első meccsnek egyáltalán nem rossz. Mondjuk egy, tudom én, 6 winig el kéne vinni, így akkor elégedett lenni. 7-ig, és akkor meg már verném a kis seggem a földhöz. Egyetlen egy problémája van ennek az időfaktor, mert hogyha most 7 winig játszunk, akkor itt fogunk ülni nagyon sokáig. Meg akkor nagyon hosszú videó lesz. És megint egy róg. Jó. Na most. Coinom van, de a Shifting Shade-et akkor sem akarom. Meg rosszabb esetben ugye első kör kimarad. És akkor így mehetnek a dolgok. Kiteszem a Coin Shimmering Tempestet. Ja, hogy ő Rogue Hunter? Izgi. Ja. Ezt teszem ki. Mint hogyha lenne nálam spell. Valószínűleg így ez kevésbé tud meghalni. Ugye nincs nála coin, régi... régi glaveziókától tartottam egy picit. Francot csinál. Jó, az igazából semmit nem csinál. Csináljuk ezt. És ezzel arc felé megyünk. Azért, mert hogyha esetleg belecsapom és állni is rá, akkor meg megbüntet, de ugye... az a jó régi öreg counterspell. Jó. Megcsinálom, hogy beleütök felhívjelem, de az nagyon lassú. Csináljuk meg ezt. Ez jó push szerintem. Ó, még egy Radiant Elemental? Még egy Radiant Elemental, az jó. Jó, most hogyha Freezing Trap-el, akkor bajba leszünk. Ha van neki még egy... Tomb, egyébként tök jó lett volna egy Paint kivenni a deckből, csak hát sajnos nem van. Okay. Egy jó Vision. Viszont akkor csináljuk már meg ezt. És akkor ingyen van a vízió. Until the end of the turn. Áthúzom, belecsapom. Spirit Lash, az nem elég. Legyen a Madness. Hogy van? Ha ezt belecsapom, akkor mindkettő meghal. Az úgy nekem elég baráti. Jó, ha kivette volna nyilván a két piroblasztot, az azért elég csúnya lett volna. Mert hogyha... Eó, az úgy relatíve fáj. Viszont hát ilyen esetekre szedtünk ki egy ilyet a deckből. Hát nem gondoltam, hogy az úz az hasznomra lesz. A Shifting Shade-et akartam, de... Wow. Nem jó. Nem jó, viszont... melyiket fordítsuk meg? Azt szerintem mondjuk ezt. Így. Húzunk egyet. Ez elég jó lesz következő körre. Szerintem a healálni kell egyet, és mehetünk arc felé. Az a baj, hogy ez fel fogja tauntolni. De most belecsaptam volna, sokat nem csinál. 2 HP-ben, hogyha ráteszi a boomert, akkor is 6, így 10. Jó? Nem teszi fel. Jó, azt viszont polimorfra veszem. Ez muszáj lesz sajnálatos módon. Vagy hát, nekem nem rossz, csak
Valószínű neki lesz. Most jó lenne egy circle, de... És inkább őt hilleljük, nyilván. Jó kis lesz. Na és akkor most valószínűleg a... Ja, valószínűleg chemistry egy... Egy boomer, és akkor mehetünk az arc felé. Ez egy erős deck lett, basszus. Tehát így kb. Minden van board clear-en kívül, jó. A Spirit Lash-t azt felfoghatjuk úgy. Ez egy meg jó taunt, de nem elég. Nem elég, barátom. Nem hagyunk neki. Nem hagyunk neki semmi asztalt, mert még ki tudja, hogy milyen állatsága van. Unleash the Hounds kevés, Fan of Knives, multishot. Azért az egy elég szerencsés multishot volt. Jó. Flame Gazert hagyjuk, legyen inkább a főnök. Hát inkább hílelés. Sokat nem csinál. Jó, tegyük ki őt. És betolom? Hát végül is van. Legalább... Közel letált fenyegetünk. Most kitenne egy valami... Azért még dicsértem a deckem, de hogy ez micsoda. Jó. Oké. Okay. Azt a hármat, azt a... Csináljuk már meg ezt. Ez bármi is. Na hát akkor ezt megköszönhetjük, azt hiszem. Ezt belecsapjuk, hogy... Húzzunk valamit. Ez nem érdekes. Szerintem őt lerakhatom, és híleljük már fel az öreget. Jó. És valószínűleg ez meg lesz. Kettő. Na hát és... Menjünk tovább, mert ez jó. Hát alig 25 perc alatt két meccs. Ha 10 percenként tudunk tolni egy meccset, akkor még akár lehet, hogy nem lesz két órás a videó. Ami ezért elég jó lenne. Feltéve, hogy nyerünk még egy pár meccset. Hogyha most innét elkezdünk szívni, akkor baj van. Jó, és micsoda Jade Mage. Hú, J-Druid. Na jó, nem. Talán csak sima druid. És valami biztos dolgot ad elő. Viszont ennél jobb kezem, hát sok jobb kezem nem lehet. Most nem vagyok coinnal, de hát első kört kihagyjuk, második kör shimmering, vagy ha van kint valami, akkor a gejzír. Én ezt a kezet megtartom. Tudom, hogy ez greedy, de... Jó. Ez a félig bekötözött Malfurion, az viccesen néz ki. Jó, ne legyen első köröd neked, se testvérem, és akkor így rendben vagyunk, jó? Vagy nincs, nem létezik első kör, nincs szükséged rá. Mondjuk egy Enchanted Raven-t kirakhat, és akkor azt legejzírezem, de így sem rossz a történet. Akarom el azt bántani. Ugye ez jó lenne együtt, csak nem, úgyhogy én ezt ott így már rögtön meg is alázom. A Control Druid Mage. Mert ezt kirakom, abból húzok valamit. Egyébként az az egyetlen gondom, hogy nagyon lassú ez a kéz.
meg úgy önmagában ez a deck, tehát, hogy itt valami gyors deck kellene, így meghalnánk. Egy jó Visions? Szerintem jó Visions az most jó. Főleg így, hogy... Ó. Ó. Na hát akkor hatodik körre megelőzzük szerintem. És utána meg lesz rá follow-upunk is. És akkor ez lehet egy jó Tempest, és egy Heal vagy a Tempest, és az Elemental, ugye nincs szükségem Triggerre, nem Rogue vagyok. Swipe. Ó, hát a Reporter úr. A Reporter ugye az az egyetlen egy kellemetlen dolog. Igen, mondjuk ez. A Death-szel valószínű, ne, ugye az a gond, hogy egyetlen egy drop Death van. Nálam. Most trédel egyet, következő körre ez úgyis hízik egyet, nem annyira vicces. De valószínűleg el kell játszolom rá. Ingedlek, érlek. Adj nekem valami nagyot belőle. Közben itt a tököket kijuggatnám, amiket lehet. Igen, erre nem itt. Ah, azt is rá lehet, jó. És csak itt az alsó sorú, hogy nincsen tökök. Na, van swipe. Frostbolt esetleg. Több spell is van a kezében. Mondjuk jó lenne, hogyha felhagyna kettőt, és akkor a robból kérdezik valami. Ez mondjuk elég beteg. Az ötödik körre, az nagyon szép, azt becserélem a Nesting Rockra. Na, gyere arcra! Ide, szépen, gyere ide! Gyere ide, hát én szegény mage vagyok, úgyse tudom megoldani a reporteredet. Úgy, ügyesen. Hát ez elfogyott. Rendben. Jó, és akkor most valószínűleg a... Say hello to my little friend. Ja nem, hát az még egy kör odébb van. Megcsinálom-e ezt most? Valószínű igen, és utána majd tauntolok. Mert ezt most kell megcsinálnom, hogy tempóban előtte legyek. Wow. Wow. Most tauntolhatok, de tudom, hogy mi van a kezében. Muszáj is valami, és ezt megcsinálom, vagy hát szerencsére. Szerintem ezeket meg kell csinálni. Most ha ő is ugyanezt játsza, akkor csináltam azt, hogy Nesting Rock, és megyek arcra. Flamestrike-tól nem fogunk tartani. Bár lehet, hogy kellene. És itt még mindig meg tudom azt csinálni, hogy Boomer. És akkor az úgy elég jó. És tudom nyilván, hogy a kezében van. Most ráteszem-e a 10-10-et? Tehát, hogy csinálok a 10-10-et abból az aljas 6-6-ból, de szerintem két közepes az jobb. Ha most nem rakja ki a... Ha kirakja, akkor Nesting Rock. Ha... Jó, akkor ez Nesting Rock. Vagy... Bételjük már be egy kicsit. Haha, jó volázs! Ja, de ez se rossz. Ezt így megcsinálom. Így nyerek egy kört, és meg nem kell kijátszolom a Death-t, és ez olyan, mint hogyha nem lenne nálam. Ugye az egy-egyet valószínűleg lepingeli. Azzal nem lesz gond. Ez most Flamestrike, akkor van gond. De akkor meg simán csak Boomer. Csak akkor a kérdés az, hogy megcsinálom a Death-t. Ó, na jó, akkor valószínűleg ezt el kell játszani. Akkor itt nem tudok most Boomerezni. Jó. Mondjuk a Nesting Rock és a Death az össze tud jönni.
Megcsinálom azt, hogy... De nem. Shumanesting Rock és Death. Az itt a játék, azt hiszem. Jó. Letrédelemet. Nem. Nem akarom, nem. Hát most nyerek, de hogy... Bordelőnyben nem trédelünk, főleg, hogyha nálunk van a HP előny is, meg minden. Most, ha itt tud clearelni, akkor van baj. De valószínűleg nem fog tudni. Igen, a Blizzardot az egyetlen, amit tartottam, és az Punishful is ebben a helyzetben, mert így két lényem marad, és azt le tudja trédelni. Jó. Ha nem trédel bele, akkor baj lesz. Mert ugye priest vagyok, tehát hogy tudok healelni. 4-5-öt szerintem nem hát... Jó, akkor megcsináljuk ezt. 4. És 5 is. És így most azért két elég nagy fal van előtte. Csak fel kéne húzni a piroblasztot, és így megvagyunk. Az ott letáll asztalon. Elég szépen. Most még egy Frostnova Doomsayer az be tudna csicskítani, viszont a Stampeding kodó az elég jó rá. Az előbb szerintem azt elnézte, azt bele kellett volna trédelni. Akkor most csak 15 HP-vel vetünk. Jó, valószínűleg akkor van még egy megoldás. Mondjuk a pozícionálásom szerintem szar volt, tehát valószínűleg ezt oda kellett volna tenni. Plague. Okay. Jó. Egyet át tudunk húzni, kettőt. Tehát kettőt le tudunk szedni. Az valószínűleg azért még kevés. Azért próbáljuk már meg. Egy át. Kettő le. És az valószínűleg... Ja, ez megvan. Jó, hát nagy szégyenben már nem maradhatunk. 0-3 rendőrség, már nem viszel a 3-0 rendőrség, az meg itt van, és befarolt a helyszínre. Jó, menjünk tovább. Kicsit egyébként néhol igazságtalannak érzem ezt a deket, de basszus. És mindenki druid. Most mivel? Az előbb mindenki rogue volt, most mindenki druid. Ó. Warlock druid. Jó. Curve megvan. Leszedés. Lap. Tempó. Leszedés. Én ezt meghagyom. Full reaktív kéz, és pontosan tudjátok, hogy mennyire nem szeretem a reaktív kezeket, meg a reaktív deckeket általában, de hogy ez így jó. Most kihagyom az első kört, akkor mi történik? Semmi. Kikoinolhattam volna a Shimmeringet, de most... Ja, de mondjuk az nem punisolt volna. De most se, csak így akkor megmarad a koinom valami jobbra. Így most van kint lényem. Következő kör lehet egy Ecolite. Úgyse tudja valószínűleg, bár elvileg, hogyha... Reaching Ward, beszarás. Jó. Hoho, micsoda lap. Oké. Okay. És ez meg kellett. Jó, valószínű, hát akarok két darab bármilyen random 4 droppot, nem biztos. Azért mondjuk abból lehet, hogy akartam volna kettőt.
Nem fogunk tudni ezt máshogy most megoldani, hogy ezt eljátszunk. Túl könnyedén játszottam ki, mintha nem lenne holnap, meg mintha lenne nálam más leszedés. És csak folyamatosan pakolja ki, basszus. Is someone injured? Hát ez úgy szar. Jó, erre most gondolhatja azt, hogy ez egy vaporize. Nyilván nem az. Kellett-e nekem ennyire húznom, hogy elhasználjam a coint? Lehet, hogy jobb lett volna bent tartani és coin boomer. De az is tudtam volna leszedni egy ilyet sem. Ez egyetlen probléma. A cookie-kem is sem lenne most jó. Ugye a death sem lenne jó. Semmi, nem tudom ezt most megoldani, ez a baj. A legnagyobb probléma. És majd tényleg 6 kör múlva, tehát hogy nem már. Valószínűleg nem mer belejátszani a Mirror Entity-vel, mert gondolja, hogy ez az. Ugye nem duplikét, meg semmi ilyesmi, sőt ugye az nincs a standardben. Hát what to do, barátom. Jó, ez valószínű egy Acolyte és kirakom a Frozen Clone-t. Jó Creeper. Au, na most kérek Death-t. Hú, basszus. Azért ez egy szép borda. Elég baráti. Ezt a Novata Shimmeringből kaptam, ugye? Jó. Most az a baj, ha 4-4-et rárakok, az még akkor is csak 5-öt üt, mint hogy a Dark Reaper. Ugye az még mindig kevés. De ha kirakom a Bog Creepert, abban bele tudja csapogatni a dolgait. Vagy le tudja Siphon szólozni. Ugye az fájdalmasabb lenne. Ha nem rakhatom rá erre, mert az 6 HP, az megoli. Tehát az nem jó. De annak mennie kell, vagy fel tudom húzni talán. Ez se rossz, és szépen körben játszotta egyébként. Egy helyben rakhatott valami nagyot. A bulli. Na, a bulli az szép. Át tudom húzni. De igazából semmi tetej a dolognak. Valószínűleg ez az a meccs, ami már van bukva. Először csinálják meg ezt. Ez valószínűleg egy szimpla trade, meg a többiek is, ami azért egy picit szomorú. De lehet nála Siphon. Wow. Elementár Warlock Druid. Jó. Mondjuk ennél a Dual Class Arena-nál semmi nem lepődünk meg. Vannak itt veszélyes kombók. Két kör a mind controlig, és valahogy a bullit le kéne szedni a francba. Jó, jó tepp, és valószínűleg akkor a trade-ek meg történnek. Van spellbreaker-em? Na jó, hát akkor szerintem itt vége lesz a dalnak. Igen, bulli leszedi, sőt nem is. Ez szépen meg lehet játszva. Jó.
kap egy coint, de igazából nem érdekes. Fenét kezdjen vala. Ezt meg egy cleric-et kirakok meghalni. Nem tudok jobbat. Oké, most tud valami 10 manás aljasságot csinálni. Nyilván boomot nem fog, vagy doomot. Twisting Nethert nem fog, mert túl jól áll boardon. A bullit viszont lehet, hogy át kéne húzni. Nem a legnagyobb lény, amit így valaha láttunk. De hát azért na. Lehetne vele mit kezdeni. Lehet, hogy mondjuk a Bog Creepert előtt el kéne játszani, nem? Nem állunk annyira szorul. Lapokban sem állunk rosszul. Na. Mondd, hogy abban nem lesz board clear. Csak valami nagyon-nagyon szar spellek vannak, ugye? Mondd, hogy nincs benne board clear. Nincs benne flame strike, semmi ilyesmi. Swipe és saját lényre. Arcba. Jó, és ez lesz igen négy lényre. Jó, hát akkor kirakjuk a Bog Creepert valószínű. Coin tap. Hát, developerunk. Az jobb, mint kettőt hillenni az arcomba. Ha itt Siphon szóljónak, úgy akkor több fel lehet adni. Itt most trade-el, akkor jók vagyunk. Ha van nála Blast Crystal Poti, Siphon, de lesz nála. Ja. És arany Siphon szól, csodálatos. Most egy dologban lehet reménykedni, hogy a bullit eltalálja. Ó, nem csinálja meg. Jó, akkor viszont feltauntolunk. Oké, okay. Csináljuk meg ezt. Összör is. Greedy plays. Így gyógyulok a legtöbbet. És most lehet coinja, de most eléggé visszajövök. És leszedjük a... az se rossz. Azt hittem, hogy ennél mondjuk többet sebez. Így most nyertünk egy kört. Ezt jól megbanánozza? Meg hát... Most a főnököt hiába... A főnököt hiába húzom át egyébként. Jó, legalább nem tud vele ütni. Az a része jó. Több target játszik. Jól lenne most felhúzni egyébként a... Az a baj, hogy... Nem tudok egyszerre... healelni is. Ja. Itt meghalás van. Bring the pain. És ez a világon semmit nem csinál, szép sorrend, de igazából teljesen mindegy. És fordított sorrendet csinálom, akkor se éltem volna egy kört. Tehát itt tök mindegy. Áthúzom a muklát akkor sem. Ja, hát jobb deckje volt, na. Most nem jött ki az, ami az előző két meccsen, vagy hárman összejött.
No. És egy priest, aki... Aki druid. Izgalmas kombó. Jó. Nem tartom a alchemistet. Jó, hát akkor a... Akkor egy csodatos első kört, egy csodatos második körre tudunk felvappolni. Haha. Nem rossz. Valószínűleg ezt rakom inkább. Jó. Van nála pain. Mert ha van nála pain, akkor ezt a mirrort most elbuktuk. Nincs, de bájtja van. Jó. Hát akkor ő volt a jobb játékos. Spiritless semmit nem csinál. Ez sem most... Lesilence-elhetem, nem jön fene. És tényleg az a legjobb play-em. De ez se jobb. Harapós priest az ellenfelünk. Jó, a spiritlásban ugye egyik se hal bele, ami azért elég csodálatos. Viszont... Jó lenne, hogyha kettőből valamelyik legalább meghal. Nem rossz. Nem tud healelni ugye, hiába priest. Spiritlessnek így most van egyébként értelme. Most egy trade, egy lash, és akkor board clear van. De a Grant-nak a beast-ek kellenek, vagy csak lények? Lények. Cookie chemist-et ugye nem tudom mire felhasználni. A boomerig még van egy csomó kör. Ó, a kombináció. Naturalize. Wow. Valószínűleg ez lesz a barátunk most így rövid úton. Semmi másnak nem volt értelme. De hogy a Brewmastert felhasználni egy-két dropra. Azért az elég fura szerintem. Jó, most ha van swipe-ja, akkor ez nyilván rossz. Na, legyen mérgező. Wind Fury. Jó. Wow. Azért most nem olyan rosszan. Egyet arcba, egyet rédelünk. Az ugye elég jó. Hülye vagyok, nem operatív, hanem ez. Ez oda. Ez oda. Nem tudom, mit csináljak. Még a következő körről szemben a Creeper, de arra olyan death lesz a kezében, mint a fene.
valószínűleg sikerül belehúznia valamivel. De ha nem, meglátjuk. Ez mégiscsak egy basic lap, tehát egy elég nagy valószínűség, hogy ezt sikerült kidraftelni. Aztán meglátjuk, hogy... Jó, hát az Ultimate Infestation még játékba sincs, még addig van két kör. Wow. Na és akkor még, és ugye két manása, de ez egy manása pain, csak painre lényegtelen. Lehet még egy Naturalize-a? Éppen lehet. Wow. Abból csak nem szedsz valami poisonous divine shield. Az nem olyan rossz. Dupla spirit lash. Jó, és akkor ezt lecsapjuk. Nem tudtam ennél jobbat kihozni a helyzetből szerintem. Így most ezzel gyógyultam 2-t, ezzel meg 5-öt, az összesen 7-et. A nagy váspa. Dark Speaker, szép. Teljesen lényeg, hogy mit csinálok, ha jól látom. De megpróbálkozom ezzel. És gyújulok egyet. Na és... De ez nincs meg neki elvileg. Ja, így, de megvan. Hát ez csodálatos. Hát nem sikerült előadni ugyanazt az első két meccsem. Ugye Boomert miért nem raktam ki, meg a Nesting Rockot, nyilván az Emre ott volt a Poisonous lénye, és az ugyanúgy megoldotta volna a történetet. Feels bad. Hát itt is jönnek a csodás paklik, nem csak az enyém a jó. Mik érdekelne, hogy a barátunk 3 winnél jár-e, mint én, vagy mondjuk 6-nál. Mert persze elvileg ugyanolyan szintet ad az ember, de nem. Tehát így nagyon nem. És ez ugyanaz az ember legalább? Na Chemistot nem kérem. Mert ha coin elementál, akkor a következő kör lehet counterspell. Jó, akkor harmadik köröm nincs igazából. Azt szerintem megjátszom. Mert ha még bejön, akkor tök jó. Kezdő kézbe pain. És megtartottam volna valami lényre, de... Shimmering Tempest. Hero Power lecsap, beletrédel. Valami jót kéne. Az elég jónak számít.
Bár egyébként sokat nem csinál, az a baj. Ez easy trade mind a kettő, sőt, a kicsit beletolja és már le is szedte. Nem tudok vele más csinálni viszont. Oh. Jó, nincs sárkánya. Ez kellemes. És én ezt játszom. Így muszáj a sárkány belecsapnia. Nem mirror, de tesztelte szép. És ki kéne valamit venni a Visions-ba. Shadow Madness. Hiába húzom át őt, semmit nem csinál. Ah, mondjuk az orékot áthúzhatom. Potion of Madness ugyanazt csinálja ebben a helyzetben. Akkor viszont inkább már a Mind Vision. Ezt következő körre használjuk. Megcsináljuk ezt. Mit kapunk? Semmit nem csinál. Szóval igen, kivettem volna a Potion of Madness-t, és akkor még kirakok egy Ice Blockot mellé. Vagy mondjuk akkor áthúzhatom volna a Shadow-val ezt. Itt teljesen mindegy, mert bort hírt akartam, és az meg nem volt. Most, hogyha kivennék egy, nem tudom én, mit tudok kivenni, amit jó. Kirakom, Death-t fog kapni, mint az állat. Tehát, nem tudok mit csinálni. Azt, hogy az első körben áll volt a Pain, és ott... Ó, és ott a Dex Speaker, hát ugye ezt tudtuk az előbb. Na és akkor most egy Flamestrike-ot. Most kérek egy Flamestrike-ot, és akkor van igazság, de egyébként nyilván nála nem lehet. Nálam sincs, és nincs olyan lap, amivel ki tudnám venni. Most egy... Is someone injured? Késő. Késő is van, mit csinál. Most se egy polimorf, se egy Priest of the Feast, se egy kodó, se egy... semmi nem jött ki ebben. Az utóbbi három meccsben így gyakorlatilag. Világban semmi. Jó, nem tud prokkolni, hát ez tényleg zseniális. Ezt rég fel kellett volna adni egyébként. És most látja, hogy Tempestből kaptam. Lord of the Arena. Na mi az, amit ki tud húzni a csárlából? Igazából semmi. Dragonfire Potion. Teljesen lényegtelen, mert le tudja szedni. Dragonfire potival. Ha tudta volna az egészet clearelni, viszont a Hero Power-ével meg van. Nem fér bele a heal. Teljesen mindegy. Na hát akkor, ez se lett 7-0.
Pedig nagyon jó tierscore-os deckkel játszottam. Szerintem egyébként 71-et írt a Heart Arena. Azért ennél láttam, játszottam már sokkal rosszabb deckekkel, szerintem eltenni ezt a hulladékot. Nézzük. Mi az, amit kapunk? A 25 van, 50 arany és egy pak. Ingyen volt, tehát hogy így szavam nem lehet. No akkor. Jó 40 dust. Ó, dehogy is, dehogy is, dehogy is. Mi az, ami nincs meg? Rotface. Bolvár. Bolvár, Four Dragon. Vagy Fireblood. Four Dragon az a másik. Oké. Na ezért már megérte. Ezért megérte srácok arénázni. Nézzük csak Bolvárt. De egyébként eszembe jutott, hogy az amerikai accountomon vagyunk, és ott nagyon sok minden nincs meg ebből a kiegészítőből. És ott van Bolvár. Vicces, vicces, bár egyébként sok jobbat is adhatott volna. Lehet, hogy majd lebontás lesz a vége. Majd meglátjuk, mert hogy sok... Sok teteje most nincs, ilyen jó Bubble Paladint, nem tudom. Na jó, mindegy, ezt majd kitaláljuk, viszont ennyi lett volna most a csodálatos Dual Class Arena, én nagyon örülök, hogy megnéztetek, és holnap találkozunk valami teljesen mással. Sziasztok!